Ezzel a szoborral gazdagodik a Kálai gyűjtemény állománya. Az alkotást Ilosvai Gusztáv, Ausztráliában élő szobrászművész adományozta a múzeumnak. Az alkotó a Kálai család világtalálkozójának apropóján tért ismét haza, ő maga is a család leszármazottja. Erről a szobor körülbelül 10 éve készült el, vagy 13 év, valahogy így, és Kanadába vezető utam alatt jött az ötlet, hogy villant be nekem, hogy 1956 mit jelent számomra, és amikor megalkottam, akkor úgy hittem magam is kicsit, hogy ups, ez erősre sikerült, de 56 nem volt egy majális. Úgyhogy alapvetően nagyon kényelmes voltam aztán vele, és számomra ez mindent elmond, amit 56 el kell, hogy mondjon, úgy az utókornak, mint a jelenkornak, és hát nagyon remélem, hogy egy jó helye lesz itt Nyíregyházán a család és ebben a környezetben. A Kálai gyűjtemény tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, amikor okleveleket adtak át a család utódainak. Az ilosvai házaspár az eseményen nem tudott részt venni, az idei rendezvényen azonban megköszönték a múzeum eddigi támogatását. Kicsit két szerepben vagyok itt, hiszen Ilosvai Gusztávnak vagyok a felesége, aki ezt a szobrot most a múzeumnak ajándékozza. Már két szobra van itt a múzeumban, Ádám és Éva, amit még abban az időben, amikor abban a másik épületben volt a Kálai gyűjtemény, akkor ajándékozott a múzeumnak, és nem sokkal később volt egy közös kiállítás is az ilosvai családnak a kiállítása a Kálai gyűjteményen belül. A másik szerepem az, hogy én a New South Wales-i Magyar Szövetségnek vagyok az elnöke Sydneyben, Ausztráliában, és számomra nagy öröm volt látni, hogy a gyűjteményben sok olyan kiadvány, könyv van, amelyet olyan emberek írtak, akiket én személyesen ismertem ott Ausztráliában. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a Kálai család leszármazottainak világtalálkozója nem csak ennek az évnek, hanem az évtizednek is a kiemelt eseményei közé tartozik. A világtalálkozó az egy nagyon fontos történet Nyíregyházában, mint ahogy a Kálai család is fontos történetet játszotta a város életében. Ugye itt a különböző kontinensekről, a világ különböző pontjairól érkeznek a Kálai családhoz tartozó emberek. Különböző nyelveket is beszélnek már nagyon sokan. Az, hogy szerintem a nagy részük először jár Nyíregyházán, és először látja meg ezt a múzeumot, ahol a család nevüket őrzi. Valószínűleg közelebb hozza őket a városunkhoz, és talán ahhoz az érzéshez is, amely mutatja, hogy a Kálai gyűjtemény milyen jól őrzi azt az emlékcsoportot, amit ők adományoztak, ugye legelején Kálai Kristóf által, és talán többször visszajönnek, és lehet, hogy lesznek közülük olyan adományok, olyan adományozók, amely tovább gazdagíthatja a Kálai gyűjteménynek az anyagát. A találkozót második alkalommal szervezték meg, az elsőt közel negyed százada 2000-ben tartották. A háromnapos programsorozatot augusztus 23 és 25 között rendezik meg. A szervezésben aktívan kivettük a részünket, a fő motorja szervezésben Kálai Helén, de igyekeztünk a keze alá dolgozni, hiszen 23-ától regisztrációval kezdődik, indul a program itt a Kálai gyűjteménybe, közel 150 kálai leszármazott látogat el hozzánk a világ minden pontjáról. Ebben van a programban egy Kálai gyűjtemény megtekintése, majd szombaton pedig egy konferencia 10 órától a Váci Mihály Kultúrás Központban, amely a kálai család életéről és életével foglalkozó konferencia. Vannak gyerekprogramok, hiszen 18 gyerek is érkezik a családtagokkal, itt a Kálai gyűjteményben, illetve az állatparkban, mellette lesz egy díszvacsora, és Kálus emlékében vasárnap pedig folytatódik a családi program, hisz az egyik fontos központja a Kálai családnak a Kálai kúria. A világtalálkozóra még azoknak is hazahúz a szíve, akik ugyan kálai nevet viselnek, de nem beszélik a nyelvet, és még sosem jártak Nyíregyházán. A 150 vendég a világ számos pontjáról érkezik. Többek között Németországból, Franciaországból, Amerikából, Svájcból, Olaszországból és Horvátországból is.